Köszönjük szépen, és akkor most megkérnék Csillát, hogy a védőnői szolgálat tekintetében tartsa meg az előadását. Cserélj laptopot nekem, Csillé. Légy szíves. Jó, akkor egy kis technikai szünet. Vagy, ha bárj, akkor bedugom a pendelbe. Nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Engem Halmainé Herman Csillának hívnak. Rédén dolgozom védőnöként 2006. július 1 óta. 3 év megszakítás volt, amikor 3 gyermekem született, de egyébként végig én voltam a védőnő a faluban. Ott ugye az óvodát látom el, illetve az iskola is hozzám tartozik. Amikor én 2006-ban elkezdtem dolgozni, akkor mindent papír alapon csináltunk, illetve akkor még én is mindent papír alapon csináltam. Kezdve itt a kolléganőkre nézek, az oltási jelentés, az a nagy A3-as méretű lapot minden hónapban szépen ki kellett tölteni egyesekkel, kettesekkel, hogy ki melyik hónapban milyen oltást kapott, és akkor postán kellett 5-éig eljuttatni az ANTS-hez Komáromba. Én Pesten végeztem a főiskolát, és ott tanultunk szoftverüzemeltetést, illetve ezt az ECDL vizsgát is letehettük, és én ennek köszönhetően egész jól értek az Excel és az Office dolgokhoz, úgyhogy én felvittem ezt a oltási jelentést egy Excel táblába, majd elküldtem az ANTS-nek, és megkérdeztem, hogy megfelelő-e így a továbbiakban, hogyha így kapja meg az oltási jelentést az ANTS e-mailben. Azt a választ kaptam, hogy igen, úgyhogy onnantól kezdve a többi kolléganőnek is kiküldték ezt a táblázatot e-mailben, és onnantól ez a jelentés már e-mailben működött. Aztán utána szépen lassan minden felment e-mailre, tehát nem postai úton küldtük a jelentéseket, hanem e-mailen. Én elhoztam a régi dokumentációmat, ugyanis a papír alapról én egy idő után átváltottam számítógépes dokumentációra. Ez volt az első próbálkozásom, majd ezt utána továbbfejlesztettem, majd azt is mindjárt megmutatom. Tehát külsőleg ugyanúgy néz ki, mint amivel papír alapon kezdtem el dolgozni. Ugye ebbe annyi előnye volt számomra akkor, hogy nem kellett mindig oda menni a kartonzóhoz, kikeresni, kiszedegetni a nejlontasakból, kihajtogatni a papírt, hanem csak a számítógépen kellett kattintanom párat, és már is ott voltam a gyerkőcnek az adatai között. Ugye minden gyerkőcnek volt egy mappája, és akkor abba voltak ezek a dolgok beleszórva, illetve amiért még nagyon tetszett ez a dolog, hogy én rettenet csúnyán írok. Tehát van, hogy 2 hét múlva saját írásomat nem tudtam kiolvasni, itt ezzel viszont ez megoldódott, tehát a gépelt szöveget bárki bármikor vissza tudja olvasni. Főleg akkor volt kellemetlen, hogyha egy gyerkőc elköltözött, és küldeni kellett a lapot, és hát úristen, hogy adjam ki ezt a kezemből, úgyhogy sokszor nekiültem 2 éjszakán keresztül, és akkor szépen a legszebb írásomat elővéve átírtam az egészet, hogy a kolléganő valamit ki tudjon belőle hámozni, de így már ezzel sincsen gondom, mert a gépelt szöveget bárki bármikor el tudja olvasni. Ugye amikor ezzel a formátummal dolgoztam, akkor sem Word-ként küldtem tovább, hanem mindig PDF-ként továbbítottam a gyerekek anyagát. Ez is a saját magam védelmére, mert hogy nehogy nem mintha bárkiről ilyesmit feltételeznék, de nehogy a kolléganő esetleg adatot módosítson benne, tehát én ezt így küldtem tovább, ebben módosítani nem lehet, ezért vállalom a felelősséget. Aztán ugye itt a egyes betétlap, amiben ugye a 1 éves korig írunk, utána pedig ugye a 2-es. Na. 2-es, ugye nem annyi különbség van, hogy itt már nincsen a táplálási része benne. Jaj, Gábor. Aztán ugye a percentil is, amiket vezetni kell a gyerekekről ugye minden hónapban, hogy ennyi a testtömege, ilyen a testhosszúsága. Ezeket is ugye papíron, ugye oda volt tűzve leghátulra a törzslap mögé. Én ezeket is szépen beszkennelt, most éppen egy kislányzónak percentilise látható, és akkor ez nem az a PDF olvasó, ami nekem van, speciál. Na, az enyémbe itt oldalt bejön egy ablak, és akkor ott tudok módosítani a PDF-be, tehát ide be tudom írni a gyerkőcnek a születési hosszát, illetve tudok, itt fölül megjelenik egy ilyen kis sor, és akkor ott tudok pöttyöt rakni az éppen aktuális
helyre, tehát tudom szerkeszteni a PDF-et, és akkor ebből ki tud rajzolódni maga a gyereknek a súly, illetve a hosszúság görbéje a későbbiekben. Na, de aztán ebből is elegem lett, mert hogy egy idő után az én gépem úgy gondolta, hogy belassul. És volt, hogy tovább tartott megnyitni neki egy ilyen Word dokumentumot, mint amit én valójában dolgozni szerettem volna benne, mondjuk egy státuszvizsgálatkor, hogy beírom, hogy tanácsadásom volt a mai dátum, 3 hónapos, úgy 3 hónapos státuszvizsgálat. Na, ez tovább tartott, még megnyitottam, mind én ezt beírtam, úgyhogy álmodtam egy nagyot, na most ügyesen bezártam mindent. És összeszedtem az egészet egy Excelbe. Előadás. És innen már vagyok, köszönöm. Excelben történik jelenleg az összes dokumentáció a gépemen. Annyit tudni kell még, hogy nekem minden fent van a felhőbe, tehát nem a gépen tárolom az adatokat, hanem a OneDrive felhőbe fent van az összes adat. Ugye lehet látni, hogy minden gondozottnak van egy mappája, és akkor az őre vonatkozó adatok ebben tárolódnak. Ez a OneDrive, illetve hát ez a felhő szolgáltatás, ez abból is nagyon jó, mert ha netán konkrétan a fizikai géppel bármi probléma történik, az adatok akkor is biztonságban vannak, illetve az adatokat bárhonnan el tudom érni, tehát családlátogatás alkalmával is, hogyha kint vagyok a családnál, akkor meg tudom nyitni, és akár a családlátogatás helyszínén be tudom írni, hogy éppen mi újság a gyerkőccel, vagy hogy éppen mit beszéltünk meg. Vagy nem egyszer előfordult, hogy hozzák a zárójelentéseket, ilyen-olyan leleteket, amiket én beszkennelek, és a gyereknek a mappájába teszem, és az anyuka elkeveri. És csak egy telefon vagy egy messenger üzenet alapján én a telefonomból az adott PDF dokumentumot neki messengerben tudom visszaküldeni, hogy tessék, akkor itt van a lelet, amit nem találsz. Jó, és akkor először mutatnám a várandós gondozást. Ő mintáné kis Juliska. Lehet látni, hogy a rizikókérdőívet kell készítenünk a várandósoknál, amikor felveszik őket. Itt ebben a családi körülményeket, szociális körülményeket vizsgáljuk meg, és akkor nekünk ez alapján kell eldönteni, hogy normál gondozás, vagy esetlegesen fokozott gondozásban kell őt részesítenünk. Illetve van egy várandós és gyermekágyas gondozási terv, amit az anyának a felvételkor kiadunk. Nekem szinte már semmi nincsen papíron, egyetlen egy szem füzetem van, amiben az aláírásokat gyűjtöm, mind a várandósoktól, mind pedig a kisgyermekes anyukáktól. Ugye itt a várandós és gyerekágyas gondozási tervet, mikor kiadom, akkor a füzetembe szépen fölírom az anyukának a nevét, a dátumot, és ő szépen aláírja, hogy ő ezt a dokumentumot ezen a napon én tőlem átvette. Nem külön-külön van mindenkinek egy papírja, hanem egy füzetbe gyűjtöm az összeset. És akkor ugye, hogyha belemegyek ebbe, akkor az alap alján, tehát ha tudni akarom, hogy ő tényleg aláírt, akkor itt van a dátumnak a helye, amikor én neki ezt én kiállítom, akkor én ezt itt bedátumozom, és akkor tudom, hogy a füzetben melyik dátumnál keressen vissza az ő aláírását, hogy ő ezt ténylegesen tőlem átvette. És akkor szeretném megmutatni a terhes törzslapot, amit ez a A4-es feleméretű papírocska, amit ugye a nyomtatványboltban szoktunk megvásárolni. Adattartalma teljesen ugyanaz, mint ami a papír alapon van, tehát ugye törzslapszám, tajszám, és akkor ugye szépen bele tudunk írni, miért nem ír Gábor? Itt. Ja, hogy ott? Jó, tehát ide bele tudunk írni mindent, és akkor van benne ugye a 21 veszélyeztetettségi ok, ami alapján veszélyeztetettnekként gondozzuk az anyukát. Itt ezeket nem kell írogatni, hanem egyszerűen legördülő menüben ki tudjuk választani, hogy az anyuka mondjuk terhességi szívbetegsége van, vagy bármi más, tehát bármit választhatunk, ami éppen az anyukára az adott szituációba ráillik. Jó, és akkor utolsó rendes vérzés, mondjuk máma volt meg neki utoljára, 0205,
akkor 2020. november 11-én várjuk a babát, hogy megszülessen. Jó, itt ugye a gyermekkori, illetve a menstruációs anamnézisét fogjuk felvenni. Ugye első menzesz hány éves korban, itt is kiválasztjuk a megfelelőt. Hány naponként jött meg a vérzése most, mielőtt terhes lett, mondjuk 28, hány napig tartott, 5 napig. Tehát ezeket mind ilyen legördülő menüben nagyon szépen és pár kattintással fel tudjuk vinni. Itt ugye a fertőző betegségek, itt is szuperül a legáltalánosabbakat ugye fölírta az ember, és akkor egy-egy kattintással minden ott van. Aztán, amit még nem tudom, minden kolléganő tölte, ez a környezeti státusz, ugye itt is kattintással pillanatok alatt ki lehet választani, hogy a lakásnak a tulajdonosa, hogy gyere vissza, hogy milyen a lakás helyzete, tehát itt minden az összes lehetséges választ, ami közül lehet választani, ott ki tudjuk jelölni egy-egy kattintással. Aztán ugye itt vannak a laborvizsgálatok, amiket ugye a várandós a 3 alkalommal ugye laborba kell, hogy menjen. Fogászati lelet, tehát az összes vizsgálat, amire szüksége van a terhesség alatt, azokat itt mind tudjuk vezetni. Aztán ugye az előző terhességeknek a jelölése, ide beírjuk a dátumot, sikertelen volt, miért volt sikertelen, spontánabortusza volt, elvetélt vagy méhünkévülő terhes volt, és akkor a megfelelőt ide szépen kattintással be tudjuk vinni, hogy hogy is történt az előző terhességek, illetve a szülések hogyan zajlottak le. Aztán ugye ez az a rész, ahova írunk, amikor jön hozzánk a várandós tanácsadásra, ide beírom szépen, nem lesz jó a... Nem áll ma essen teherbe, hanem 2019, 11. hó 12-én mondjuk. Mindjárt mutatom, hogy miért csináltam belőle idősebb várandóst, azért, hogy a mai napra, hogyha beírok neki egy tanácsadást, akkor itt szépen írja, hogy hány hetes. Jó? Ide ugye bekerül a testsúly, a vérnyomása, vizeletnél már ugye itt a segítség, hogy esetleg mi az, ami eltérés lehet a vizeletbe, itt a megfelelőt kiválasztjuk, és akkor azt jelöljük. Jó? Terhes látogatásnál ugyanez a mutatvány, tehát ha máma elmegyek hozzá látogatni, de mondjuk nem máma menjek, hanem mondjuk 20-án fogok hozzá menni, akkor már 14 hetes. Jó, tehát itt szépen kiszámol minden. Aztán ugye megszületik a baba, akkor ide beírjuk a dátumot, melyik kórház, hát én ugye beírtam azt a 4-5-5, ahol tőlem járnak az anyukák a leggyakrabban szülni, és akkor hányadik terhességi héten, élő gyermeket, 3000 grammosat, azt ugye beírjuk, meg mondjuk 52 centiset, és fiút vagy lányt, azt is jelölnünk kell, hogy fiút. Jó szülés lefolyása, spontán született, nem kellett beavatkozni. És akkor jön a következő 6-7-es gyerekágyas időszak, amikor is minden héten egyszer meg kell a családot otthon látogatnunk. Ide ugye a dátum kerül, és akkor ide is szépen ugye a vérzés jellegét tekintve, illetve az anyatej mennyiségét tekintve kerülhetnek jelzések, valamint itt a tanácsok közül ugye a sok pihenés, a folyadék, fogamzásgátás, tehát amiről leggyakrabban szoktunk beszélgetni a gyerekágyas előadások alkalmával. És akkor az utolsó, a 6. heti látogatásnak a dátumát szoktam ide beírni, amikor is ezzel a törzslapot lezárom. És akkor itt megszűnt a várandós, illetve a gyerekágyas gondozás. Ezt a mappát, ezt a mintányi kis Juliskát, ezt én mindig belemásolom a gyereknek a törzslapjába, hogyha a gyerekkel kapcsolatos információkat nézem, akkor a szülés, illetve a terhesség körüli adatok is ott legyenek kéznél. Jó, nézzük meg, mint a Juliskát. Ugye őnek is van egy 0-7 év közötti gondozási terve, amit az egy hónapos státusznál szoktam kiadni. Ezt is ugye a státusos füzetbe teszi meg az anyuka az aláírást, hogy a gondozási tervet ezen a napon a védőnőtől átvettem. Itt ugye nem sok kitöltendőnk van, a gyerek neve, születési ideje, és akkor ez egy sablon szöveg, ugye ami a jogszabályban meghatározott látogatási tanácsadási gyakoriságok, illetve a kötelező oltásoknak a
mi volt, illetve van egy kiegészítő oldal, amit még én tettem hozzá, hogy ugye milyen nem kötelező védőoltások azok, amiket a szülő igénybe vehet a gyermeke részére. Tehát egy tájékoztató képen ezt is kiadom, olvasgassák el, nézzék át és beszéljék meg, hogy mi az, amit ebből szeretnének igénybe venni, és akkor utána az orvossal már intézik. Illetve amikor a pici baba megszületik, akkor ugye a várandósnál csináltunk rizikókérdőívet, úgy az újszülöttnél is szükséges egy rizikókérdőív felvétele. Most a rizikókérdőív az szintén kattingatós mutatványon alapszik, tehát nem kell aláhúzogatnom semmit, hanem ahova kattintok, oda tesz egy X-et. Ugye ezt mi kolléganők tudják, hogy miért van aláhúzva, ott százalékokat számolunk a végén, hogy hány százalékban érintett esetleg a család, hogy veszélyeztetettként kellene dolgozni velük. Ez a kettő, ami kívül van mindenem, mert ezt csak a legelején használjuk, ezt nem kell nap mint nap a kezünkbe venni. Aztán itt van minden egybeszedve, a törzslap, a betétlap, az összes státusz, az oltások, a státuszra hívók és minden. Oké, megjött. Jó, tehát törzslap, ugye ugyanúgy néz ki, ahogy a Word-ben mutattam az elején, illetve amivel papír alapon dolgozunk. Ide ugye bekerül a gyerek neve, és akkor itt is ugyanúgy legördülöm, amiből tudok választani, hogy hol született a gyerkőc, hol lakik, ki a házi orvosa, ugye a születési ideje, illetve a tajszáma kerül be, a születési anamnézise, ugye 40. hétre zavartalan terhességből mondjuk, spontán született, abgárja mondjuk 9 per 10, ezeket mind be tudom kattingatni végig. Itt csak azért írom ezt be, hogy majd mindjárt mutatom, hogy miért. Szóval igen, és akkor itt vannak az oltások, ugyanúgy, mint a papíralapú dokumentációnál, csak itt kiolvasható, tehát még a nagy oltási nyilvántartó, amiben még gondolom sokan vezetitek, majd azt is mindjárt megmutatom, én már azt is gépen csinálom. Sokszor tehát tényleg nem tudja az ember eldönteni, hogy az most O vagy nulla, amikor az ember kézzel beírja egy oltási számot. Jó, és akkor itt vannak a szülőnek az adatai, illetve hát, hogy hányadik terhességből hányadik gyermekként született, meg szépen kiszámolja, hogy mikor jár le az anyukának a gyes. Ugye ez a törzslap, ez van a legelején. Itt az előző oldalról szépen áthozza a születési dátumát a gyereknek, illetve szépen áthozza, hogy mekkora súllyal és mekkora hosszal született a gyermek, és ide még annyit szoktam, hogy a mai napon per vias naturalis, az természetes úton született a gyermek. És akkor itt kezdődik a mutatvány, hogy megyek hozzá látogatni, tehát egy V betűt írok be, beírom a dátumot, ugye most a, igen, mindjárt kicsit megfiatalítjuk őt, 2019. december 20 legyen mondjuk, de lehet úgyis öreg lesz, nem, pont 6-7-es, tehát itt szépen kiszámolja nekünk, hogy hány hetes, ugye ez 6 hétig van hét írva, utána pedig már a hónapok vannak jelölve, és azt számolja. Ide ugye a védőnői észleléshez, itt is van nagyon szépen legördülő menüben választhatunk, hogy mondjuk bőre rózsás, köldökcsonkja mondjuk áll és lobmentes, de hogyha olyan dolgot szeretnénk beírni, amit tudjuk, hogy a legördülőben nincs, akkor szépen kézzel bepötyögjük, amit szeretnénk. Ugyanígy a tanácsadási résznél is megvan a lehetőség választani abból, ami rendelkezésre áll, vagy ott is írhatunk be saját magunktól, amit szeretnénk. Jó, tehát ez így folytatódik végig, és akkor van ugye külön véve az újszülött rész, aztán a csecsemőkor ugye 2 hónapos státusz, akkor csak ezt kattintom be mondjuk, amikor 2 hónapos státuszra jön, meg beírom a dátumot, és akkor itt látom a folyamatba, hogyha nézem a betétlapot, hogy akkor ekkor volt a státuszon. Kattintsunk a 2 hónapos státuszhoz mondjuk. Itt az a legelső oldalról, a törzslap oldalról, az itt kitöltött adatokat szépen áthozza ide. Tehát a fejléc kitöltésével már nem kell ügyködnünk, mert az alapból adott. Aztán itt van a szülői kérdőív része. Itt sem kell irogatni semmit, hanem bent vannak szépen az X-ek, és akkor csak kattintgatunk. Tehát úgy próbáltam megcsinálni az egészet, hogy minél kevesebb gépelés legyen benne, hanem csak kattingatni kell, hogy minél gyorsabban működjön.
Szülői kérdőív kitöltése után, ugye addig még beszélgetünk az anyukával, addig szépen levetkőzteti, megkérdezzük, amit megszeretnénk, és akkor utána jönnek a mérések. Test, megmondjuk, legyen 6 kiló ez a drágasság, 97-es percentilise van, a testtömeg alapján hossza legyen mondjuk 56 cm, az mondjuk 25, fejkörfogata mondjuk 36. Jó, és akkor a kutatja az meg 2x2, lehet, hogy valahol kevés szét írtam, mert nem találja. 3 hónaposan azért már lehet 58. Na, ilyen baki nem fordul elő, mert a gyereknek adottak az adat, hogy én most fejből valamit, nem tudom, ezt a BMI percentil is miért nem akarja nekem most ideadni, de a többi értékből kiszámolja ugye a testtömeg és a test hosszúságból egy értéket ad, és akkor itt egyszerűen bekattintom, hogy kell-e a gyermeknek mennie szakorvoshoz, vagy nem kell, bedátumozom, és akkor file, nyomtatás, hát most nem tudom könyöktatni, de hát így fog kinézni, amit kiadok a szülőnek. És akkor ez az összes itt van, tehát a 1, 2, 3, 4, 5, 7 éves korig. Státuszértesítő, ezt ugye nem kötelező most már kiadnunk papír alapon, de régen ennek is az alját le kellett vágni és be kellett tűzni a gyermeknek a törzslapjába, úgy mint az oltásoknál. Most már lehetőséget ad a jogszabály arra, hogy telefonon keresztül értesítsük a szülőt, illetve azon keresztül egyeztessünk időpontot a státuszvizsgálatra. Ezt az értesítőt leggyakrabban az óvodáskorúaknál használom, és kinyomtatom, beviszem az óviba, és akkor megkérem az óvónéniket, hogy amikor jönnek a szülők a gyermekért, akkor legyenek szívesek a szülőknek átadni a státuszbehívót. Így biztos vagyok benne, hogy megkapta a szülő ezt a behívó papírt, mert egy postaládából elfújja a szél, vagy megeszi a kutya, tehát nem lehetek 100%-ig biztos abból, hogy a szülő ezt a tájékoztatást megkapta. Aztán ugye, ami még a gyerekekhez tartozik, ezek a kötelező oltások, amiről nekünk szintén tájékoztatni kell a szülőket, hogy éppen mikor, melyik oltása esedékes, és ezt alá is kell irattatni a szülővel, hogy ő ezt a tájékoztatást megkapta, ez szintén ugye a kis füzetkénbe, amit említettem, és akkor itt is szépen a legelső oldalon felvitt adatokból szépen kitölti a fellészet, és ezzel csak annyi dolgom van, ugye itt éppen a napi aktuális dátumot fogja nekem beírni, amikor én ezt kinyomtatom, tehát ezt csak nyomtatnom kell, és oda tenni az anyuka elé a füzetet, hogy légy szíves, itt írd alá, hogy én ezt átadtam neked. Jó, tehát itt van a Pentaxim, a Prevenar, MMR, a Varivax és a Tetraxim oltásoknak a értesítője. Az 5 éves státuszról szeretnék egy picit beszélni. Az 5 éves védőnő státusz mellett elkészítjük 5 évesen az adatlap a fejlődési szint megítéléséhez iskolai felkészítés elősegítésére című nyomtatvány is kitöltésre kerül, ugyanis ezt kell magukkal vinniük, ha esetleg az óvoda vagy az iskola bármi nemű fejlődési vagy tanulási probléma miatt a gyermeket nevelési tanácsadóhoz irányítja. Ez az adatlap, amit visznek magukkal. Ugye itt az elején a gyermeknek az adatai láthatók, illetve hát a családi anamnézis és a születéskori, ugye a születés körüli körülmények. Jó, ez értelemszerűen kitöltésre kerül, ugye itt bekerül a súlya, magasság, és akkor itt is számol percentilt. Ezt csak azért mutatom meg, mert ugye ez az adatlap része az iskola egészségügyi dokumentációnak is, és akkor át is térek, illetve még egy pillanatnyi kitérőt engedjetek meg, megmutatnám az oltási nyilvántartómat. Ha ő is szeretné. Ott a trükk csupán annyi, hogy amit a törzslapon én beírok oltásokat, ott abba a táblázatba, azokat egyből át is integrálja egy másik táblázatban megfelelő gyerekhez. Tehát nem kell kétszer beírnom egy oltást, egyszer a törzslapra és egyszer a nyilvántartóba, hanem elegendő egyszer beírnom. Valamit dolgozik talán most már.
megnyitja. Tehát adattartalma az oltás nyilvántartónak ugyanaz, mint a régi formátum, amivel ti dolgoztok, annyi kiegészítéssel, hogy ugye a most, ami van papíralapú oltás nyilvántartó, azokban még nincsen benne a kettő darab bárányhimlő oltásnak hely. És én már ezt is beletettem. Miért ilyen lassú? Na? Tehát egy a lényeg, hogy amikor én a gyermeknek a törzslapjára beírom, hogy ezen a dátumon a pentaximoltást ezzel az oltóanyagszámmal megkapta, az abban a pillanatban az oltás nyilvántartóban is megjelenik. És akkor nincs az, hogy itt benne van, ott nincsen, akkor vagy fordítva, hanem akkor biztos lehetek benne, hogy akkor ez a dokumentáció része, ez mindig készen van. Jó, és akkor mutattam is, ugye, mint a Juliska van ide felvezetve, tehát itt a oltási számok, és akkor mindjárt, ha visszaenged engem Juliskába, akkor megmutatom, hogy mondjuk a BCG oltásnak a számát, azt megváltoztatjuk mondjuk 200-ra. Jó, visszamegyünk a oltási nyilvántartóba, és ott is 200 lesz. Tehát amit én a fő dokumentumban változtatok, az itt is meg fog változni. Jó, akkor ezt be is zárhatjuk. Erről csak ennyit szerettem volna, és akkor ide jövök vissza az 5 évesre. Ugye ez, amit az említettem az előbb, hogy az 5 éves lap, ez az 5-ös számú melléklet, ez tartalma, illetve hát kötelezően benne kell lenni az iskola egészségügyi dokumentációnak a része. Jó, és akkor egyszerűen annyi történik, amikor a gyermek felkerül iskolába, hogy én ezt a lapot az iskola egészségügyi lapjába átmásolom. Én ezt megtettem már otthon, hogy ne menjen vele az idő, és akkor a gyermeknek a törzslapjába arról a lapról az iskola egészségügyi törzslapba behozza az összes adatát, illetve hozza az összes oltását is. Tehát nem kell külön töltögetni, hanem mindent 2 kattintással el tudok intézni. Szeretném megmutatni, ugye, hogyha megnézitek, akkor ugye ez egy osztályvizsgálatnak a táblázata, adattartalmilag, meg kinézetileg is próbáltam, hogy nagyon hasonlítson az eredetihez. Letekernék a 8. osztályhoz. Majd meglátjátok, hogy miért. Ugye ki tudjuk választani, hogy melyik tanévnél járunk éppen, tehát 2019-2020-as tanév, és akkor tudunk itt is legördülő menüből választani, hogy éppen mi a szitu a gyerekkel, jó a szillátása, ugye a vízusát be tudjuk állítani, hogy mekkora a vízus, a hallás decibel tudjuk változtatni. Minden adat, minden kattintásos, és akkor ha beírom a magasságát, mondjuk 8. osztály, akkor mondjuk legyen 175 centis, meg mondjuk 75 kilós, akkor szépen kapunk egy BMI indexet és egy BMI percentilist is. Ha a gyerkőcnek netán mondjuk magas a vérnyomása, adjunk neki egy 135-ös per tudom én 90-es vérnyomást, ez pont határérték, de gyereket én ilyen értéknél már elküldtök belgyógyászatra, akkor itt szépen be tudom kattintani, hogy belgyógyászati szakvizsgálata javasolt a gyermeknek. Azért a 8. osztályt töltöttem ki, mert akinek iskolája van, tudja, hogy amikor a beiratkozási, illetve felvétel időszak van az iskolásoknál, akkor sorra jönnek a szülők, hogy az iskola kéri az iskola egészségügyi törzslapot, de mi ezt tudjuk, hogy ezt nem adhatjuk ki, csak egy másik védőnő hivatalos levelének tulajdonában, tehát hogy azt megkapjuk, vagy e-mailben, vagy postán, akkor elpostázzuk, vagy el-e-mailezem a gyermeknek az adatait, de addig én semmit nem adhatok ki róla, mert nem biztos, hogy ő abban az intézményben fog járni, ahova most éppen felvételizni megy. Ezért született ez a megoldás, hogy 8. osztályban kapnak egy 8. osztály vizsgálatokról szóló igazolást, amiben én leigazolom azt, hogy nincsen gyógyszerérzékenysége, nincsen krónikus betegsége, és az összes gyerekkor és kampányoltása megvan, illetve a 8. osztályos vizsgálatok eredményei látszanak. Bedátumozzuk, az iskola orvos, és én is aláírom, ezt minden iskola elfogadja.
Tehát eddig még sehonnan nem jött vissza úgy értesítés a szülőktől, hogy nem fogadta el az iskola. Természetesen, ha a gyermek felvételt nyert abban az intézményben, akkor a iskola védőnője hivatalból felveszi velem a kapcsolatot, és akkor én elpostázom, vagy el-e-mailezem, ahogy ő kéri a gyermeknek az adatait. És akkor ugye ezek az adatok nekem mind megmaradnak, mert amikor a 8. osztály ugye elballag és kimegy, akkor én őket kiballagtatom az adminisztrációs részről, egy másik mappába kerülnek, de ugyanúgy megőrzésre kell az összes dokumentumok, ugyanúgy, ahogy a kisebb korban lévő gyermekeknek is, illetve a várandósok adatai a gyermektörzslapjába tárolódnak a későbbiekben. Aztán van még itt egy fogászati lap, ugye nálunk minden évben október környékén van iskolafogászat, itt is szépen be lehet kattintani, hogy melyik fogacskával van probléma, mondjuk a jobb fent egyes tejfogacska szuvas, de így is lehetőségem van mondjuk arra, hogy ideírjam, hogy épp a fogazata, vagy akár tömésre van szüksége a jobb felső hármasa mondjuk, ugye az a maradandó fog, tehát ott kell egy tömést elvégezni a gyerkőcnél, és akkor a iskolafogásszal is nagyon jó kapcsolatom, tehát hogyha ő a gyerkőc elmegy és megcsináltatja a fogát, akkor az iskolafogász hagy nekem mindig egy kis cetlit a rendelőjében, hogy XY-ka volt és megcsináltatta, és akkor ezt a fogát megcsináltok, és akkor én ide szépen be tudok írni egy dátumot, hogy a kezelés elvégezve. Tehát saját magamnak is visszaigazoltam, hogy ez a része a gyermekről rendben van. Nagyjából ennyi az én dokumentációm, amit fontosnak tartottam, illetve a Gábor kért, hogy mindenképpen mutassam meg, hogy nem papír alapon történik, hanem minden számítógépen, és tényleg nekem, ami a legjobban tetszik benne, hogy nem kell a saját rondaírásomat nézegetni. Tehát tényleg nem tudom kiolvasni az írásomat, illetve bárhonnan, bármikor utol tudom érni. Tehát nem kell ahhoz visszamenjek a tanácsadóba, hogy valakinek megnézzek valamilyen adatát, hanem akár a kocsiba ülve az egyik ház előtt, mert éppen eszembe jutott, hogy nem tudom, kicsoda megkapta az oltást már, és beírtam a már, akkor ott meg tudom nézni, és akkor saját magamat meg tudom nyugtatni, hogy oké, akkor ez a része rendben, akkor a minta Jancsika megkapta az MMR-jét, és akkor... Tehát én nagyon szeretem ezt a részét a munkámnak. Nagyon sokan inkább a látogatósdi részét szeretik, azt is szeretem, de én inkább az adatkezelés részét szeretem jobban. Hát köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani magában. És ugye az érdekesség, ez a Csillának teljes mértékben az egyik fejlesztése. Tehát ezt ő rakta össze, ő töltötte fel, az Excel táblázatot, az Excel táblázat adatbázisát is regisztrálta, ebben hatalmas nagy munka van. És én is sokat foglalkozom office programokkal, látszik is, hogy mindig rákérdezett, hogy akarja bezárni, nem, ugye nem tudok két dolgokra egyszerre figyelni, úgyhogy volt Csilla, de azért volt be, hogy én nem emlékszek mindig arra, hogy éppen hány dokumentumot nyitok meg, úgyhogy ez kicsit kemetlen volt neked, de azért szerettem volna, hogy ezt mindenki lássa, hogy ez egy egyedülálló dolog, amit ő összehozott, és köszönöm, hogy megmutatta. Most 5 perc szünet lenne, és akkor jönne dr. Kizling Randás, jogász adatvédelmi szakjogász adatvédelmi és adatbiztonsági előadásával. Jó? Köszönöm szépen!